Ellenszavazat nélkül fogadta el a parlament az orvosok béremeléséről szóló törvényjavaslatot, amit a Magyar Orvosi Kamara javaslatai alapján terjesztett az országgyűlés elé az Emberi Erőforrások Minisztériuma. A törvény lényege, hogy az állami vagy önkormányzati fenntartású egészségügyi ellátóhelyeken dolgozó orvosok munkabére 2023-ra a szakmában töltött évek számától függően emelkedik, ez a folyamat pedig már jövőre elkezdődik. Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth Rádióban elmondta, a béremeléssel történelmi adósságot törleszt a kormány az orvosok felé. Ezzel a kijelentéssel a Magyar Orvosi Kamara is egyetért, ugyanakkor a döntés gyorsaságával kapcsolatban vannak kifogásaik. A kormány ezen kijelentésével egyetértünk valóban. A kormányzatoknak, több kormányzatnak is rendszerváltás óta egy történelmi adóssága van az orvostársadalom és az egészségügy irányában. Ennek örülünk, hogy ezt tudatosították, és annak is örülünk, hogy ennek a rendezése megtörténik. Nagyon örültünk a kamara és a kormány hétvégi megállapodásának, azonban a megállapodást gyakorlatilag rapid gyorsasággal másnap elfogadott törvényjavaslat és törvény követte, amit a kamarával egyáltalán nem egyeztettek. A kamara egyeztetésre a törvényjavaslatot a parlamentre történő kikerülésével egy időben kapta meg. 4 órája volt a kamarának véleményezni a törvényjavaslatot, ami nyilvánvalóan már korábban elkészült. A megyei elnök elmondása szerint, bár a törvényjavaslat rendezi az önkormányzati, illetve állami fenntartású intézményekben dolgozó orvosok bérét, a bevezetésre kerülő egészségügyi szolgáltatói jogviszony az alapellátásban dolgozó háziorvosokat, fogorvosokat és gyermekorvosokat kompletten kihagyta a bérrendezésből. Az alapellátásban történő bérrendezésre jogi garanciákat követel a kamara. Az új jogviszony járványügyi vészhelyzetben érthető és elfogadható szabályozást fektet le, de a tartós orvosvezénylés nem kivitelezhető normál esetben, tette hozzá a szakember. A törvénytervezet lehetőséget biztosít arra, hogy egy egészségügyi igazgatási szervezési zavar miatt, ami az orvosoktól, az orvosok munkavégzésétől teljesen független, egy rossz kórház szervezés, egy rossz igazgatás miatt, egy osztályon mondjuk veszélybe kerül az ellátás, egy belgyógyászati osztályon hirtelen a kritikus szám alatt esik az orvos létszám, akkor nyíregyházára az alágerszegre helyezhetnek kollégát, és erre 10 napja van felkészülni, hogy oda átkerüljön, és ez 1+1 évre, tehát akár 2 évre ez a tartós vezénylés ez megvalósítható. Ez annyira idegen az orvosi léttől, hogy ez teljességgel elfogadhatatlan békeidőben kifejezetten, és járványügyi veszélyhelyzet idején is csak komoly indokkal. Dr. Sulc Zoltán szerint a Magyar Orvosi Kamara orvosetikai kódexének felülvizsgálatára van szükség a paraszolvencia tekintetében. A hálapénz ugyanis súlyosan rontja az egészségügy átláthatóságát, az orvos-beteg viszonyt, a várólisták rendszerét és az orvosképzést is. Véleménye szerint a hálapénz, mint rendszert, mint intézményt, mint évtizedes problémát el kell távolítani az egészségügyből, mert enélkül nincs szerkezetátalakítás, reform, bérrendezés és betegbiztonság.